Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Dórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megterhelő anyagilag az iskola kezdés. Papírboltban érdeklődtünk a költségekről. Nyári asszály hatásai. A kukoricát jelentősen megviselte a hőség. Vérnyomásmérés. Kampány keretében hívja fel a megelőzés fontosságára a figyelmet a Szekszárdi Kórház. Pollen. Tanácsok az allergiásoknak. Vonalas, kockás, sima, A4-es vagy A5-ös papír, és persze a vonalzó, körző, szögmérő, csak néhány fontos kellék az iskola kezdéshez. Mennyibe kerülnek mindezek, mennyire terheli meg a családi kasszát a már egyre közeledő tanévkezdés? Az első osztály megkezdése jelenti a legnagyobb kiadást a szülőknek, hiszen ilyenkor mindent meg kell venni, ami a tanuláshoz szükséges. Riba Irén már 33 éve foglalkozik a tanszerek árusításával és tanácsadással. Óriási listával jönnek a szülők általában az elsős gyerekek részére. Ugye nyilván elsődleges az iskolatáska és a tolltartó, és ezeknek a feltöltése. A tolltartóban színes ceruza, filctollak, a rajzórára tempera, festék, ecsetek, rajzlapok, írólap, és hát füzetek természetesen, és a kötőanyagok kellenek leginkább a füzetekhez. A Szekszárdi Pátrixban nagyon széles a választék, szerencsére szakszerű segítséget tudnak nyújtani a keresgélő vásárlóknak. Fontos körültekintően megválasztani az eszközöket, hiszen füzet és füzet közt is van különbség. Azt mondhatom, elég nagy a szórás, iskolától függen olyan 20-22 ezertől indul, és egészen elmehet akár 40 ezer forintig is, ez csak a taneszközökre vonatkozik, és ezen felül vannak a táska és a tolltartó árak, ami azt mondom, hogy általában egy 25 ezertől 50-ig. Tehát itt is elég nagy a szórás. Tehát itt magas költségekről beszélhetünk az elsősök részére, úgyhogy ezt összesítem, akkor azt mondom, hogy 40-45 ezertől egész 100 ezerig is el lehet menni ezekkel a költségekkel. A papírbolt minden évben akciókkal próbálja megkönnyíteni ezt az időszakot. Gyakorlatilag tele van ilyenkor a bolt, füzetből is, de bármiből. Lehet egyszerűt vásárolni nálunk, lehet dizájnost vásárolni, de azért egyébként azt most hozzátenném, hogy ebben az évben szerencsére azt mondhatom, hogy az árak is csökkentek. Tehát vannak olyan beszállítóink, akik például a füzetárakat jelentősen csökkentették a tavalyi évhez képest. Az alsós évek a családok pénztárcáját és energiáját sem kíméli. A szülőknek pedig sokszor jól jön a támogatás. Az első osztály az ugye egy különösen izgalmas kezdés, azt hiszem minden szülőnek egy olyan kaland, amikor még azt se tudja, hogy milyen kihívások elé fog nézni. Tehát az egy extra dolog, de aztán ugye hál' Istennek nálunk is vannak unokatestvérek, segítési lehetőségek, úgyhogy igyekszünk ezt megoldani. Az elkövetkezendő hetek már az érkező szeptemberi becsengetés jegyében telnek. Felkerültek a polcokra táskák, radírok, tollak. Mindenki válogathat már a nebulóknak. Hetek óta tombol az aszály Tolna vármegyében. Az időjárás megviselte a szántóföldi növényeket. A tudnivalókról számolt be vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke. Tolna vármegyében az elmúlt időszakban alig hullott csapadék. Ez megviselte a szántóföldi növényeket, közülük is a kukorica van a legrosszabb állapotban. A hőség és a csapadék hiány miatt a kukoricák sokkal hamarabb kezdtek virágozni és csöveket hozni. Jelenleg a szemtelítődés időszakában vagyunk kukorica esetében, és ilyenkor lenne nagyon nagy szükség az esőre, tehát az elkövetkezendő héten, 10 napban nagyon jó lenne, hogyha kapnánk egy kis csapadékot. Sajnos vannak már viszont olyan területek, ahol a csapadék sem segít. Vannak olyan táblák, táblarészek, rosszabb vízgazdálkodású, homokosabb vagy szelesebb területek, ahol teljesen ki van égve a kukorica. Itt biztos, hogy termést nem nagyon fognak betakarítani. Tényleg úgy néznek ki a táblák, mint szeptember végén, október elején szoktak. A gazdálkodók 66.500 hektáron vetettek kukoricából Tolnában. Ebből 63.700 hektár a szemes kukorica, és ezekre az időjárási viszonyokra való tekintettel elég jelentősen el fogunk maradni az eddigi évek átlagától. Tehát előzetesen mi úgy becsüljük, hogy egy 7 tonna per hektáros vagy az alatti átlagterméssel fogunk betakarítani.
Az aszály mellett a gyapotok, bagolylepke kártételeivel is meg kell küzdeni a gazdáknak. Itt a lárva a kukorica csöveknek a végét rágja meg, és sajnos ezeken a sérüléseken másodlagos komoly gombafertőzés léphet fel, tehát erre oda kell figyelni a gazdálkodóknak. A csapadék hiány és a légköri aszály a napraforgót is érintette. Itt azt tapasztaltuk, hogy sokkal rövidebb volt a virágzásnak az ideje, és ugye a mostani csapadékszegény időjárás pedig valószínűsíthetően azt eredményezi majd, hogy kisebbek lesznek a tányérok, nem telnek annyira ki, és a szemek is valószínűleg kisebbek lesznek. Tolnavár megyében napra forgott 39.300 hektáron vetettek a gazdálkodók. Az előzetes becslések 3 tonna per hektáros termés eredményt mutatnak, ami jónak számít. A rendőrök július 28-án vasárnap délután a 6-os főút szekszárdi szakaszán mérték az autósok sebességét. Az egyik kocsi sofőrje a megengedett 90 km/h helyett annak kicsit több, mint duplájával, 181 km/h szágoldott. A járműt az egyenruhások megállították. Az igazoltatott 30 éves nő azt mondta a járőröknek, hogy azért ment ennyire gyorsan, mert próbakörön vannak. A sofőr ezért a mutatványért 260 000 forint közigazgatási bírságot és 8 közlekedési előéleti pontot kapott. 20 településen összesen több mint 5000 hektáron folytatódik a szúnyoggyérítés Tolnavár megyében szerdán és csütörtökön. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mostanra sikerült csökkenteni a szúnyogártalom mértékét, ami a folyók áradását követően a Dunántúlon volt a legjelentősebb. A szakemberek az árterületeken biológiai lárvagyérítést, míg a lakott település részeken kémiai kezelést alkalmaznak. Fontos, hogy a ház körül ne tegyük lehetővé a szúnyoglárvák fejlődését. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényeket fedjük le, az állatok ivóvizét cseréljük rendszeresen, a csatornákat, árkokat tisztítsuk ki. 50 négyzetméternyi területen égett gaz és avar vasárnap délután Pakson, a Gyapapusztán. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották el a lángokat. Idén eddig közel 100 alkalommal vonultak a Tolnavár megyei lánglovagok szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több mint 37 hektárnyi terület égett le. A Tolnavár megyei Balassa János Kórház egy kampányhoz csatlakozva számos helyszínen végzett vérnyomásmérést. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a magas vérnyomás veszélyeire és megelőzésére. A kampány keretében most a szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói körében végezték el a vizsgálatot. Mintán nagyobb, hátra, nyugodt, igen, derék, megtámaszt, igen, és akkor így. A szakemberek a vérnyomásmérési kampánnyal az emberek figyelmét szeretnék felhívni a betegségek megelőzésére és az egészséges életmódra. Májusban kezdődött a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház szervezésében ez a kampány, itt Vármegyékben és településünkön Szekszárdon is, de ebben az évben én azt gondolom örvendetes módon ez meghosszabbodott, és egészen július végéig, most 3 hónapig tart ez a szakasz, melynek ma igazából az utolsó állomásához, a polgármesteri hivatalba való vérnyomásmérési akcióhoz érkeztünk. A kórház munkatársai a kampány keretében az elmúlt hónapokban számos helyszínen végeztek vérnyomásmérést. A szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói közül ehhez több mint 40-en csatlakoztak. Én azt gondolom, egy polgármesternek is kötelessége nem csak ennek a feladatnak a fontosságára felhívni a figyelmet, hanem részt is venni, úgyhogy alpolgármester úr, jegyzőasszonnyal közösen mi is természetesen örömmel és szívesen részt veszünk egy vérnyomásmérésben. Mint a polgármester fogalmazott, az egészségünkért mi saját magunk is felelősek vagyunk, ha ezért tudatosan teszünk, akkor sok betegséget megelőzhetünk. Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere szerint fontos lenne, hogy ne csak vérnyomásmérésen, hanem egyéb szűrővizsgálatokon is minél többen részt vegyenek. Nekem az a meglátásom, és sajnos személyes tapasztalatom, hogy ha időbe megy az ember, akkor sokkal kevesebb költséggel, sokkal nagyobb eséllyel és nagyobb biztonsággal tudják ezeket a dolgokat kezelni. Általános jelenség, hogy elhanyagolják magukat az emberek,
elhanyagolja magát a társadalom. Az alpolgármester a nemrég történt szívleállása miatt is komolyan veszi a szűrővizsgálatokat. Hozzátette, előrelépést jelentene, ha ezek kötelezőek lennének. Mint mondta, akkor rövidebbek lennének a várólisták, egyszerű kezelésekkel meg lehetne oldani az embereknél jelentkező betegségeket. Idén augusztus 2-án péntektől augusztus 4-e vasárnapig rendezik a 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivált Bonyhádon, mely most is számos programmal, többek között kiállításokkal, székelykonyha sátorokkal, fesztiválműsorral várja a vendégeket. A rendezvény ideje alatt a Kaszinókert rendezvénytér parkolóját 2024. július 31-én szerdától augusztus 5-e hétfőig lezárják. Idén lett 2 éves a Tolnai Társasjáték Vár Egyesület. A szervezet célja, hogy megismertessék a táblák világát kicsikkel és nagyokkal egyaránt, kikapcsolódást nyújtsanak, formálják a közösségi életet, és együttműködésre, közös szórakozásra biztassák az embereket. Augusztusban rendezik meg a 2. Dél-Dunántúli Társasjáték Klub találkozójukat, ami a hasonló érdeklődésű egyesületekkel való kapcsolattartásban és az élmények megosztásában segíti a játszó közösségeket. Havonta egy találkozón kívül pedig részt veszünk különböző városi rendezvényeken. Ott érvényesül szerintem igazából az egyesületnek a lényege. Ugyanis ott kiülünk játékokkal, és bárki oda jöhet, és bárkit meg tudunk ismertetni játékokkal, és számunkra ez is lenne a cél. Mivel az egyesület célja, elsősorban a célja, hogy a társasjátékokat és a társasjátékozást népszerűsítsük. Javában tart a pollen szezon, a leggyakoribb allergén növény, a pavlagfű is virágzik már. A klímaváltozás erre is hatással van, a korábbi évekhez képest a szezon már 3-4 nappal előbb elkezdődött. Az ország egész területén jellemző, hogy nagy mértékben fokozódik a pollen koncentráció. 20 féle pollen van jelen a levegőben, emiatt már többen jelentkeztek panaszokkal a rendelőben, tájékoztatott dr. Kovács Klára, bátaszéki házi orvos. A parlagfű minden 5. lakost érint, az ország 20%-át, ha az összallergiát nézzük, az pedig 30%-a a lakosságnak. Ezért is beszélünk a parlagfűről, mert az érintettsége a populációnak ebben az allergiában a legerősebb, legnagyobb. A másik, hogy maga az allergiás reakció ijesztő méretű, kezeletlen esetben könnye folyik, órából váladék folyik, folyamatosan tüsszög, egy szisztémás gyulladásos képet képes hozni a szervezet, nagyon erős allergén. A parlagfűre érzékenyek számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére, tapasztalhatnak orr- és szájnyálkahártya viszketést, orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést. Most már sokan fölismerik, hogy allergiásak, különböző módon értékelik ezt az emberek, egy része már előre rettek tőle, más része pedig bagatelizálja. Muszáj értenünk, hogy a gyógyszer elengedhetetlen, de az allergia szezonhoz igazított életmódon van a hangsúly. Pollen koncentrációhoz kell igazítani a tevékenységeinket. Ez azt jelenti, hogy aki parlagfű allergiás, az most a következő hetekben, amikor közepesen magas, extrém magas koncentráció lesz a levegőben, ne induljon túrázni. Vagy csak eső után induljon, de közvetlen utána, mert ha eltelik 1-2 nap, akkor annyira éled a növény, hogy újra virágzik és szórja pollenét. A házi orvos hozzátette, a gyógyszeres kezelést időben kell elkezdeni. Ha legalább 3 gyógyszercsoportból lehet választani, házi orvosokra kellene bízni a gyógyszerválasztást. Nagyon fontos a járulékos kezelés, vénybe írható jó áru allergia elleni szemcsepp van, allergia kezelésére való szemcsepp van. Nagyon fontos az alacsony szteroid tartalmú orrspré, fontosak a sós vízzel való orröblítések, és akkor a tünetek elviselhetővé tehetők, ha ezt mind megtesszük.
Ha közben romlana valakinek az állapota, akkor emelni kell a gyógyszeren, a meglevő gyógyszereken emelni, és nagyon ritka az, hogy eljutunk kezelésbe a kiegészítő szteroid terápiáig. A betegség nem gyógyítható, viszont jól kezelhető, például immunterápiával. A betegség legfőképp a fiatalokat és a középkorúakat érinti leginkább, az immunrendszer gyengülésével az allergiás reakció mértéke csökkenhet. A tünetek kezelésére használt készítményeknek minimális mellékhatásai vannak. A gyógyszerek elhagyása fejfájáshoz, gyulladásokhoz, látásromláshoz vezethet. Mutatjuk a régió híreit. Ellenálló szúnyogok vizsgálták a kémiai gyérítés hatását Pécsen. Keresztben evezték át, 4000-en ragadtak Lapátot, Zamárdi és Tihany között. Nem csökken a Balaton népszerűsége, sokan nyaralnak a magyar tengernél. A csípőszúnyogok állományának gyérítésére bevetett és hazánkban is széles körben alkalmazott kémiai kezelések visszafogott használatára hívják fel a figyelmet a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei. A szer túlhasználata, vagyis hosszú távú és egyoldalú alkalmazása esetén a csípőszúnyogokban rezisztencia alakulhat ki. Szúnyogokat vizsgálnak a Pécsi Virológiai Nemzeti Laboratóriumban ezen a korábbi felvételen. A szakemberek most nemrég azt nézték meg hazánkban, hogy a kémiai kezelésekkel érintett területeken mennyire ellenállóak, rezisztensek a szúnyogok a vegyszerrel szemben. A kémiai szerek elleni rezisztencia a rovarok kialakulásában ez egy ismert folyamat évtizedek óta. Talán az átlagembernek sem mond újdonságot, hogyha valamit túlhasználunk, vagy valamiből sokat használunk, az sosem jó. A csípőszúnyogoknál ez már csak azért sem jó, mert ha valami túl van használva, és ezek a kis bestiák rezisztensek lesznek a szerre, akkor joggal érezheti azt az ember, hogy elmegy ez a bizonyos gyérítő autó, amit vártak, és valamiért, mintha nem lenne kevesebb, nehogy Isten, még több szúnyog is lesz utána. De most ennek a tudományos oldalát néztük meg a Virológiai Nemzeti Labor munkatársaival. Az eredmény ijesztő lehet sokaknak, már nem hat a gyérítéskor használt vegyszer. Annyit használtuk, hogy a vérszívóknál olyan genetikai mutációk jelentek meg, amik ellenállóvá tették őket. Ez a túlzott szerhasználat miatt alakult ki, mondja a szakember. Az elmúlt 10 évben bőven túlhasználtuk a kémiai szert. Ezzel a vizsgálatunkkal nem csak egy nagyon hasznos vizsgálatot csináltunk, hanem kicsit arrafele is szeretnénk terelni ezt a mondani valót, hogy a lakosságnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy nagyon sokat tehetnek a kémiai gyérítés mellett is azért, hogy ne legyen sok szúnyog. Ugye ezeket a praktikákat szoktuk a Pécsi Szúnyog oldalunkon és egyéb közösségi tudomány oldalunkon kommunikálni az emberek felé. Nagyon egyszerű dolgokról van szó, ne keltessünk szúnyoglárvát a kertünkben, és akkor majd nyugodtan tudunk grillezni nyáron. Kemenesi Gábor azt mondja, nem tudunk áttérni másik vegyszerre, más megoldást kell találni. Az Európai Unióban az utolsó még engedélyezett szer, ez a bizonyos deltametrin, amit most is lehet használni még. Na most ez ellen, a deltametrin ellen alakítottak ki rezisztenciát. Egyébként érdekes, ezt az előbb nem mondtam, de a honos szúnyogfajok, ez a dalos szúnyog. Dalos szúnyog a neve, ha valaki este nem tud aludni, és idegesítően zümmög egy szúnyog, az jó eséllyel ő lesz. Na most ő nem csak idegesítő, de a nyugatnílusi láznak a fő terjesztője is. Na most ennél a dalos szúnyognál írtunk le mindenhol rezisztenciát. A rossz hír mellett jó hír, hogy az egyébként újonnan érkezett ázsiai tigris szúnyognál ezt nem találtuk meg. Tehát ellenem még hat a szer, de ezért is gondoltuk, hogy ezt most nagyon fontos erről beszélnünk nyilvánosan, mert még hat a szer, amennyiben nem vétjük újra ezt a hibát, hogy túlhasználjuk azt a bizonyos szert. Kérdés, hogy mit lehet tenni, milyen védekezési lehetőségeink vannak? A megoldást úgy hívják, hogy integrált csípőszúnyog kezelési stratégia. Nagyon tudományos, nagyon hosszú. A lényeg, hogy vessünk be minden olyat, ami okos, ami megelőz. A kémiai gyérítés eleve egy tűzoltás. Kémiai gyérítést a legtöbb országban csak akkor használnak, csak, és ezt óriási nagybetűvel aláhúzva mondtam, amikor például hazajön valaki egy trópusi nyaralásról, és kiderül, hogy például dengi fertőzése van. És tudjuk azt is, hogy ázsiai tigris szúnyog van a lakóhelyének a körzetében, akkor csak ott, amnál a néhány háztömbnél engedélyezik ezt a gyérítést. Magyarországon pedig óriási területeken most már 10 éve zajlik ez. Nem meglepő, hogy ez a bizonyos rezisztencia kialakult. A szakember szerint a tudományos módszereket felhasználva a lakosságot a tudatosság irányába terelve lehet felvenni a harcot a szúnyogok ellen. A rendszeres monitorozás alapján többféle kezelési módszert kombinálnának. A hangsúlyt a megelőzésre fektetik,
ki, és a rezisztencia kialakulását megakadályozva a kémiai szert célzottan csak indokolt esetben használnák. Száppal, sárkányhajóval, kajakkal és kenuval is átevezték a Balaton, Zamárdi és Tihany között. Több mint 4000-en ragadtak lapátot, hogy bizonyítsanak. Közöttük gyerekek és az idősebb korosztály is képviseltette magát. A résztvevők 8 kilométert teljesítettek a két part között. Nagy munka elég. Pumpák suhogásától volt hangos a part kora reggel Zamárdinál. A leglelkesebbek már 8 órakor készülődtek a Balaton átevezésére. Ez a házaspár Cserszeg Tomajról érkezett. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Ezen a helyszínen a második áttevezésünk. Áteveztük már kétszer a Fonyolt Badacsony távot, és tavaly még a Balatonfüre Tihany távot, és mindig nagyon élvezzük, mert tényleg nagyon jó a csapat, nagyon jó kihívás, úgyhogy reméljük, hogy ez idén is sikerülni fog. Most bal láb, közép, jobb láb. Bal láb, közép, jobb láb. Száppal, kajakkal, kenuval is átevezték a Balatont Zamárdi és Tihany között, de sok csapat indult sárkányhajóval is. Több helyről vagyunk, Szeged, Pécs, Tata, Budapest, Veszprém, Balatonfüred, és így áll össze a női hajónk, így alkotunk egy szenior 40 feletti női csapatot. Hervíz kész, rajt! És megnyíltak a kapuk. Az amatőr sportkedvelők mellett profi sportolók is vízre szálltak. Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok is evezőt ragadott, méghozzá a többszörös világbajnok kajakos Szabó Szilviával egy hajóban. Ez a harmadik, tavaly óta Sziszóval Sydney 2000 hajóegységben indulunk. Ugye mi Sydneyben eveztünk páros az olimpián, most ez igazán különleges, hiszen tegnap elkezdődött hivatalosan az olimpia. Mi meg egy kicsit emlékezünk arra, ami Sydneyben volt. Fáradtan, de büszkén ér célba ez a budapesti család, akik két csónakkal teljesítették a távot. Az érmet természetesen ők is megkapták. Elég sokat gyakoroltunk, és elég büszke vagyok magunkra. A megmérettetésre az egész országból érkeztek résztvevők, idén több mint 4000-en teljesítették a távot. A szervezők célja az aktív mozgás, kikapcsolódás népszerűsítése. Továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb térség a turisták körében. A hetek óta tartó hőség tovább növelte a vendég éjszakák számát a tónál. A legtöbben hétvégére érkeznek, de sokan vannak, akik egy hetet is eltöltenek a magyar tengernél. Töretlen a Balaton népszerűsége a magyar turisták körében. Ez a budapesti család évek óta visszatérő vendég Balatonszárszón, ahol egy hetet töltenek el. Fürdés az a sláger, de szoktunk ugye vízibiciklizni, szoktunk azért itt a környéken sétálni. Volt, amikor béreltünk biciklit, és környéken is eljártunk erre, arra. Szeretünk itt lenni. Az elmúlt időszak hőhullámai még tovább emelték a tó népszerűségét. Rég nem látott csúcsokat döntöttek a strandok. Jóval többen vannak, azt elmondhatom, hogy két hete szombaton olyan szinten csúcsot döntöttünk, hogy nem tudjuk az utóbbi évben mikor voltak utoljára ennyien nálunk. A vendéglátóhelyeken sincs ok panaszra. Ebben a balatonszemesi lángosozóban már délelőtt is érkeznek a vendégek. Szeretnék egy lángos, fokhagymásat sóval. Jó, itt lesz fogyasztva? Igen, itt lesz fogyasztva. A vendéglátók azt mondják, az emberek a legmelegebb órákban inkább a strandot választják. Én 10 órakor nyitok, reggel 10-kor, akkor úgy délig, egy óráig van mozgás valamennyi, de változó nem minden nap, és utána strandidő, mert nagyon melegek vannak, és délután 5 órától este 8-9 óráig, mert addig vagyok nyitva, 9 óráig, 21 óráig, addig van mozgás. Augusztusra is meleget jósolnak a szakemberek, így a vendéglátók abban bíznak, a következő hónap még a mostanit is túlszárnyalhatja a vendégforgalom tekintetében a Balatonnál. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Megterhelő anyagilag az iskolakezdés, papírboltban érdeklődtünk a költségekről. Nyári asszály hatásai, a kukoricát jelentősen megviselte a hőség. Vérnyomásmérés, kampány keretében hívja fel a megelőzés fontosságára a figyelmet a Szekszárdi Kórház. Pollen, tanácsok az allergiásoknak.
Szerdán folytatódik a nyugodt, derült nyaralóidő. Délen és a Dunántúlon helyenként akár a 35 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet. Derült, felhőtlen égbolt lesz a jellemző, szikrázó napsütéssel és erős UV-sugárzással. Este-éjjel sem ígérkezik változás, marad a csillagfényes égbolt, helyenként némi fátyolfelhőzettel. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!